nyilatkozat a Székely Nemzeti Tanács kohéziós politika a régiók egyenlőségért elnevezésű európai polgári kezdeményezésének támogatásáról. A 2020-as esztendő egy különösen nehéz év lesz a határon túli magyarok számára, és elindult egy nemes kezdeményezés, amely ebben a közgyűlési előterjesztésben is olvasható. Én gondolom azt hiszem azt, hogy Debrecen városa, amelyik egyébként is rengeteg programmal, kapcsolattal kötődik a határon túli magyarokhoz, ugye a Partium Erdély irányába a legnagyobb hatással, befolyással rendelkező város, intenzív kapcsolatunk Nagyváraddal, a partiumi településekkel, Érmellékkel, Székelyfölddel fennáll, és igyekszünk a Kárpátalja irányába is már most évek óta komoly segítséget, támogatást nyújtani. Emlékezhetünk közös ügyünkre, a Salánki óvoda építésének programjára, minden évben a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül biztosítunk támogatást a rászoruló kárpátaljai magyarok számára. És ugye a Székely Nemzeti Tanács elnöke keresett meg bennünket azzal, hogy álljunk ezen kezdeményezésük mellé. Viszonylag rövid idő alatt, 2020. május 7-éig legalább 7 országban 1 millió támogató aláírást kell összegyűjteniük állampolgári támogatás formájában. És én arra kérem a tisztelt közgyűlés tagjait, hogy csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez. Van-e bizottsági vélemény? Komolai Szabolcs elnök úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés. A Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalta ezt a napi rendi pontot. Átérezve ennek az ügynek a fontosságát, azt gondolom, hogy egyhangulag támogatta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e más bizottsági vélemény? Ha nincs, akkor kérdés van-e? Hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor döntünk a határozati javaslatról. Kérem, szavazzanak. Harmincszárom igennel egyhangulag a közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen. Ez is nagyon fontos üzenet, hogy Debrecen közgyűlése ebben a kérdésben is tud együtt gondolkodni, együtt dönteni.